Impatiens Valerian a cherry, tehát a cseresznye színű, cseresznye hószínű Impatiens, vagy pistikét, vagy vízifuxiát, vagy nagyon sok néven ismert ez a kis növény. Ugye egy rendkívül ellenálló, nagyon szépen ilyen terebélyesedő, ilyen szőnyegszerűen felépülő növényről van szó, egynyeri növényről van szó, amelyet hát tulajdonképpen a kertészetemben ilyen picike kis kockákba lehet ugye megkapni, jellemzően ezek olyan 10-15 cm magasak, és már bizony tömve vannak bimbóval, illetve virággal. Itt, hogyha most alul megmutatom önöknek, akkor meggyőződhetnek arról, hogy már tökéletesen ugye átszötte a gyökérzet lényegében ezt a picike kis kockát. És hogy ezt így most kiemelem önöknek szépen lassan. Ezt ugye önöknek épp ugyanígy kell kiemelni, tehát amikor a kertészetem teherautója begördül a kertkapujuk elé, akkor lényegében önök épp úgy, mikor odajutnak, hogy akkor kiültetik ezeket a növényeket, hogy így szépen lassan kiemelik, így kis ilyen kopogtatásra, meg picike nyomkodásra is lehet látni, hogy mennyire gazdagon be van már gyökerezve. Nagyon figyeljenek oda arra, hogy amikor elültetik ezt a cherry impatienst, hogy akkor pontosan itt legyen a talajnak a szintje, tehát ne legyen az, hogy betemették a nyakát, mert ott bizony elrothatott, vagy hogy valamennyi kimaradt, tehát pontosan el kell találni, hogy a talajszint az így legyen. És hát kérem szépen, ami természetesen az izgalmas meg, amiért ugye vásárolunk ilyen gyönyörű szép virágszínű vízifuxiákat vagy pistikéket, azt kérem szépen, ez a nagyon szép terülyterű asztalkám, amikor a zöld lombozatot szépen lassan elfedi majd ez a nagyon szép cseresznye virág, vagy cseresznye gyümölcshöz hasonlító virágszín. Ezek lényegében még fényes nappal is szinte világítanak, és az ember úgy megkívánja, hogy hadd menjen oda. Tökéletesen alkalmas egy ilyen szőnyegszerű beültetésre, ebből még kinőhetnek a rózsák, a magas törzsi rózsák, nyugodtan egy gyümölcsfának a koronacsurgójába oda lehet ültetni, legalább kérem szépen mindig meg fogjuk öntözni, ez egészen biztos, a gyümölcsfának is jut majd a felesleges vízből, és hát nagyon szépen leárnyékolja a talajt, és gyomosodás is meg fogja akadályozni. Sokan kérdezik tőlem, hogy fenyőmulcsal, vagy kővel, vagy geotextiliával, vagy mivel akadályozzák meg mondjuk a gyomosodás, vagy a talaj kiszárítását, vagy kiszáradását. Hát kérem szépen, nyári időben egy ilyen impatiens beültetésnél azt gondolom, hogy jobb talaj megőrző módszer az nincsen. Úgyhogy kérem szépen, akinek tetszik ez a szín, az a kertészetemből bátran megrendelheti április végétől folyamatos a kiszállítása.